Meggyőződök arról, hogy a helyszín biztonságos, egyéni védő felszerelések, hogyha vannak, használjuk. Menjünk oda, térhetejünk rá. Jó napot kívánok! Segíteni szeretnék! Nem válaszol, nem reagál. Segítség, jöjjön valaki! Az újraélesztés lehetőségei a rászorulótól, a segítők képzettségétől és a körülményektől függően eltérőek lehetnek. De a cél közös. Visszahozni az illetőt a klinikai halál állapotából. Ebben az esetben, ha valami káros lehet, azaz, ha nem teszünk semmit. És a segítség is csak akkor lehet hasznos, ha az újraélesztés néhány alapszabályával tisztában vagyunk. Ennek érdekében az Országos Mentőszolgálat az egész országra kiterjedő hősképzést indít, melynek célja, hogy az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenesen újraélesztési oktatáson és gyakorláson vehessenek részt. Igazából azt kell látni, hogy Magyarországon több ezer ember hal meg közterületen, amikor is ugye a laikusok, hogyha a helyszínre mennének, sietnének, és lennének annak a tudásnak a birtokában, hogy megkezdhetnék az újraélesztést, mindaddig, míg ugye a mentők vagy egészségügyi szakember a helyszínre nem érkezik. Tehát gyakorlatilag ez azt szeretnénk ezzel elérni, hogy minél többen vegyenek részt ebben a képzésben, ebben a kezdeményezésben, hogy embertársunkon, bajba jutott társunkon minél hamarabb segítségnyújtás lehessen. Ha valaki szeretné megtanulni az újraélesztés biztos protokollját, mindenképpen érdemes a szakemberek segítségét kérni, hiszen a rosszul megtanult újraélesztési technikával problémát is okozhatunk. Híj és György kiemelte, a képzés nincs korhoz kötve, bárki jelentkezhet. Nincs korhoz kötve, értelemszerűen azért kell egyfajta minimális fizikai erő, hogy azt a mellkast összenyomjuk. De én azt gondolom, hogy ha részt vesznek esetleg akár olyan fiatalok is, akik magát a metódust, tehát magát a folyamatot is el tudják, vagy esetlegesen a segélyhívás, mint olyat elsajátítják, már azzal is előrébb vagyunk, hiszen akkor megfelelően időben és hamar észlelve segítséget tudnak kérni a helyszínre. A képzéseken minden hónap utolsó hétfőjén vehetnek részt az érdeklődők és a tanulni vágyók a nyíregyházi mentőállomáson.